E két napon magyar és román nyelvű istentisztelettel, az unitarizmus múltját és jelenét bemutató kiállítással, valamint a Lelkismeret szabadsága és a szabadság lelkismerete az unitarizmusról című kötet bemutatójával ünnepelték Erdély egyik legértékesebb szellemi kincsének, az 1568-ban Tordán kihirdetett vallásszabadság törvényének 450. évfordulóját. Bukarestben egy kis unitárius közösség van, de mivel ez az országnak egy kulturális fővárosa is, ezért fontosnak tartottuk, hogy ezt a 450 éves hagyományt, vagy kincset, amit mi hordoztunk 4,5 évszázadon, megmutassuk az itteni közösségnek. Ezért egyik nap a Magyar Kulturális Intézet adott helyet, a Valasi Intézet, hogy a kiállítást bemutassuk. Elbeszélgettünk a jelenlevő testvérfelekezetek képviselőivel, az Ortodox Egyház képviselőivel, és a mai nap itt a Román Kulturális Intézetben jelentős személyiségek között mutattuk be azt a könyvet, ami először román nyelven foglalja össze a mi történelmünket, a mi hitvilágunkat, egy bukaresti ifjú egyetemi tanár csapat segítségével, akikre nagyon büszkék vagyunk, hogy egymásra találtunk, és a segítségükkel megszülethethet ez a könyv. A Bukarestben élő unitáriusok számára kivételes alkalom volt a rendezvény, hiszen sokan a közösségüktől elszakadva élik meg hitüket, egy ilyen esemény pedig megerősíti az együtti tartozás érzését. Bukaresti gyülekezet nem egy hosszú múltra tekint vissza, gyakorlatilag az idén júniusban lesz 85 éve, hogy megalakítják a bukaresti missziós unitárius egyházközséget. A kezdeti években nagyon nagy lendületet vett a közösségi élet, több mint 450 példányszámban megjelenő havi lapjuk volt az unitárius hírnök. Aztán a történelem kereke úgy fordult, hogy nem sikerült a kezdeti lendület és aktív munka ellenére sem meggyökerezni az unitarizmusnak a városban, de megmaradt. És gyakorlatilag ma napjainkban 62 lelket számlál a közösség. Több mint valószínű, hogy többen vannak Bukarestben unitáriusok, nagyon nagy a fluktuáció, sokan költöznek le Bukarestbe munkahely révén, de többnyire gyülekezetüket megtartják a szülőfalujukban, a szülővárosukban, de egyre több ember kapcsolódik be a gyülekezeti életben. Gyakorlatilag havonta egy istentiszteletet tartunk, ugye nincs templom a gyülekezetnek, gyülekezeti háza, a 100 evangélikusoktól béreljük a templomot, ott tartjuk az istentiszteleteinket, tehát havi egy alkalommal, és azon kívül minden ünnepi alkalommal ünnepi istentiszteletet tartunk. A rendezvénynek, ennek a kettős rendezvénynek is az egyik célja az volt, hogy ezeket az embereket megerősítse abban a hitben, ami gyakorlatilag megtartotta őket, hogy nem csatlakoztak más gyülekezethez, hogy nem olvadtak be, nagyon sok vegyes házasságú család van a gyülekezetben, és ez is volt a célja, hogy erősítse meg, hogy van egy nagyobb közösség, akikhez tartoznak. A programon kívül sikerült az unitárius jelenlét bukaresti megerősítéseiről hatékony tanácskozásokat folytatni a romániai magyar érdekképviseletünkkel, az RMDS frakcióval, a romániai kormányzás tisztségviselőivel, valamint a testvér egyházak képviselői közül a román ortodox egyház vezetőivel, illetve a bukaresti református és 100 evangélikus egyház vezetőivel. A célunk ezekben a tanácskozásokban az volt, hogy a magyar unitárius érdek képviseletet Bukarestben erősítsük. A tapasztalatunk az, hogy erre a szándékra a megkeresett partnerek fogékonyak voltak, és az általunk felvetett kérdéseket és ajánlatokat partnerségben fogjuk tovább vinni az elkövetkezendőkben. Az erdélyi történelmi magyar egyházak a 450. évfordulón közösen kezdeményezték, hogy a magyar, a román és az európai parlament foglalja határozatba a tordai ediktum méltatását, a román és a magyar parlament pedig nyilvánítsa január 13-át a vallásszabadság emléknapjává. A felkérésre egyelőre csak Budapest reagált.